velősen, iszonyatosan röviden elmondva azt, amit van, ahol mondjuk egy-két hétig tanítanak. Azaz, a folytatásban a parancsértelmező további egyéb sajátos funkcióival fog foglalkozni, és hát elvileg ez lesz a nap végéig. Először a parancsértelmező nevével ellentétben két dolgot csinál. Egyrészt értelmezi az által megételt parancsot, majd lefuttatja, annak van értelme. Másrészt, ez egy programozási nyelv, iszonyatosan, nagyon borzalmas szintaxissal, tehát aki még nem találkozott vele, az azért bizonyos pontjánál eléggé szokott csuklani, hogy ezt vajon miért így kell leírni. De önmagában egy viszonylag rugalmas, jó használható eszköz. Hátulütői vannak. Mint minden interpretált nyelv, van olyan feladat, ahol már lassú. Ezzel egyet tudok érteni. Van olyan feladat, amire alkalmatlan, nem azért, mert lassú, hanem mert egyszerűen nem tervezték olyanra. Tehát például általában én azt szoktam mondani, hogy ha valaki a parancsértelmezővel szeretne programozgatni, akkor ezt nyugodtan tegye meg, én nagyon szeretem és nagyon jónak tartom. De abban a pillanatban, hogy bináris adatokkal kell elkezdeni dolgozni, akkor lehet, hogy váltani kéne. Addig, amíg szövegesen leírható információ, számokkal leírható információ épp elmélyű sorrendben követi egymást, addig jó. De azért egy, tudom én, egy JPEG fotónak a átalakítását nem szeretném Shellscriptben megcsinálni. Azzal együtt is, vagy akkor csak azzal együtt sem, hogy a neten nagyon érdekes cikkek, tudományos tanulmányok szólnak a parancsértelmező viselkedéséről és visel dolgairól, úgyhogy akinek vannak ilyen érdeklődési happy-ei, azok keressék meg a Shell as a Fifth Generation Programming Language, meg Shell as an Object Oriented Programming Language című cikkeket, döbbenet, hogy miket lenen írnak benne, és a szörnyű, hogy igazuk van. Tehát tényleg ilyen objektum-orientált módon is használható. Hát ő kell hozzá némi mazochizmus, ezt azért hogy kell tegyem hozzá. A lényeg, ha valami programozásra is jó, akkor azért ma már talán nyugodtan mondhatom, ott azért változó kezelésre is szükség van. Egy programozás az többé-kevésbé ilyesmit jelent. Van lehetőség szimbólumokkal hivatkozni memóriaterületre, amely memóriaterület tartalmát viszonylag könnyedén tudhatóan elérni. Van lehetőség feltételvizsgálat, és ezen feltételvizsgálat eredményétől függően elágaztató műveleteket, ciklusszervező műveleteket végrehajtani, hasonlók. Természetszerűen a teljes programozási részében nem megyünk bele, inkább csak a nagyon-nagyon minimalista, tényleg akár a napi használat során is természetesen előforduló dolgok. Egy. A parancsértelmező, igen, többször mondtam már ezt a nevet, a shell, az képes arra, hogy tetszőleges információt egy változónak nevezett módon tároljon. Ez annyit jelent, hogy valahol a memóriában tárolja ezt az adatot, amely adatra később persze hivatkozhatsz. Változó kezelés roppant egyszerű, változó egyenlő érték formában teszed meg. Eredménye a változó nevű változó létrejön, és az értéket, mint értéket fogja tárolni. Tehát ugye a példa azt mondja, hogy létrehoztam egy A nevű változót, beletároltam azt az infót, hogy érték. Amit szeretnek a Shellben, hogy a változóknak nincs típusa, tehát nincs, hogy ebben számot, tört számot, egész számot tárolok. Nem, minden szöveg. Tehát a B egyenlő 5 és a B egyenlő lófej között nem az a különbség, hogy számot vagy szöveget adtam értékű, hanem hogy az egyik az a rövidebb, a másik meg hosszabb. Na most, a változók, amiket vagy én, vagy aki, vagy valaki más létrehozott, azok összessége lekérdezhető a SET nevű parancssal. Ebbe most csak úgy nem mennék belé, ha szerencséd van 10-20 oldalnyi listát kapsz vissza, név egyenlő érték formában. Van, amikor az ember úgy érzi, hogy lát benne sorrendet, mondjuk ABC, van, amikor úgy érzi, hogy abszolút mindenféle logika nélküli
sorrendben kapod meg, mondjuk azért egy konkrét munkameneten belül azért nem változik. Annyit érdemes megjegyezni, hogy semmi korlátozás nincs arra nézve, hogy te mennyi adatot tudsz egy változóban tárolni. Pontosabban elvi korlát nincs, gyakorlati korlát, hogy pár tíz, pár száz kilobájtra azért szokott lenni. De önmagában ez nem kell, hogy problémát okozzon. Ugyanilyen módon a változó név hosszára sincs elvi korlát, gyakorlati szintén így pár tíz kilobájtra szokott lenni az egyes megvalósításokban. Arra vonatkozóan persze van korlát, a változó név betű, szám és aláhúzás karakterekből állhat, és nem kezdődhet számmal. Tehát mondjuk a kettő az nem egy jó változó név, ha megpróbálod a kettő egyenlő háromat leírni, akkor nem azért fog elhajtani, mert szerint ez matematikai nem működik. Na most, a változóknak van úgynevezett, hát, hogy is mondjam csak, láthatósági köre. Az a változó, amit te csak úgy létrehozol, arról a változóról kizárólag az a parancs értelmező tud, amiben létrehoztad, kizárólag ebben tudsz rá hivatkozni. Ha azt szeretnéd, hogy más szoftverek is ismerjék, akkor a változót környezeti változóvá kell tenni, erre szolgál az export parancs. Na most, a környezeti változókat szintén vagy te, vagy valaki más hozta létre, ezért aztán ugyanúgy, mint a lokális változókat, ezt is lehet kérdezni, erre jó többek között az ENV parancs, másra is. Ugyanúgy névegyenlő érték formájú, de az esetek többségében jóval rövidebb listát kapsz, mint a SET-nél. Ha egy változóra nincs több szükséged, akkor szabadíts fel a hozzátartozó területet, erre szolgál az UNSET parancs. Általában zavaros szokott lenni a kezdet-kezdeté, hogy UNSET-tel szüntetem meg, SET is létezik, de nem a SET az, amivel létrehozom. A létrehozásnál az a parancs, hogy változó egyenlő érték. És nem mondtam, de a ábrából azért lehet sejteni, kötelező az egyenlőségjel egyik oldalára a nevet, a másik oldalára az értéket, és tilos bármiféle elválasztójel szóköz, tabulátor és egyéb firmefáncok. Na most, környezeti változót hagyományosan úgy szoktak csinálni, hogy változ egyenlő érték, export változó, de modernebb rendszerekben ez már egy művelettel export változó egyenlő érték formában is megtehető. Mit jelent az, hogy környezeti változó? A létrehozása után ebből a parancsértelmezőből, amiben létrehozta. Tehát az ebből elindított programok már tudnak róla, hogy ilyen változó van. Fizikailag minden a létrehozás után elindított program megkapja ennek a környezeti változónak egy saját másolatát. Remélem világos másolat, következésképp azt csinál valamit akar, mert az eredeti parancsértelmezőben semmiféle módosítás nem látszik. Azt persze minden további nélkül lehet, hogy én azt mondom, hogy A egyenlő egy export A, elindítok egy programot, amiben ugye ő megkapja, hogy van egy A nevű változó egy értékkel. Ezt az A nevű változót módosítja kettőre, és elindít egy harmadik programot, természetesen a harmadik program már a kettő értéket fogja kapni. De az eredeti parancsértelmező szerint az A az változatlan egy értéken áll. És nem tudod megoldani, hogy ez ne így legyen. Azt szeretném megkérdezni, mert ebben a témában teljesen járatlan vagyok. Jó-e a spekuláció arra, hogy ha én mondjuk felveszek egy tetszeleges változóval, egy LS paraméterekkel együtt, stb. Mondjuk egy LS vagy bármi, utána, és azt felvesz a környezetének, akkor onnantól fogva gyakorlatilag azt kérdezáltam, és parancsot tudod megadni, mint változó. Így van, pontosan. Bárhol, tehát egy parancsor minden létező eleme, és tökéletesen jól gondolod, akár maga a parancsszó, akár a paraméterei, akár ezek együttese, akár csak valami opció, mondható úgy, hogy egy változó, mondjuk úgy, hogy helyettesítéssel történik, csak azt még nem mondtam, hogy ezt ott kell használni. Még ezt tovább is gondolnám, hogy a változó értékére az érték, az nem egy karakterrel, hanem muszáj, hogy elválasztó, terjedt karakter, írással, bármi. Mázi Windowsnál tudom, hogy két vastagkörön közé zárom, és akkor egy ezekbe értelmezi,
nála ez szintén így üzemel? Így van, lesz egyébként róla szó részletesebben, tehát hogy első közelítésben ez teljesen jó, pontosan így kell megadni, hogy idézőjel leírom, idézőjel bezárva is készen vagyok, és a közbenső elválasztójelek meg egyéb vickek, vackokat a parancsértelmező már békén hagyja, csak egy picit ennél bonyolultabb. Úgyhogy majd elolvas. A végén majd lesz róla szó. Na most! Bocsánat, itt úgy látom, hogy sikerült valamit nekem magamnak nem jó sorrendbe rakni. Azaz, igazából ezzel, illetve ennek a oldalnak az első részével akartam kezdeni, hogy a változó értékére úgy hivatkozunk, hogy dollár és változó név. Tehát az előző példánál maradva, hogy ha akarod, megcsináltad az LL nevű változót, aminek értéke az, hogy LS-L, és a továbbiakban ha azt írod, hogy dollár LL, akkor a parancsértelmező gyönyörűen kihelyettesíti az LL nevű változót arra, hogy LS, szóköz, mínusz L, majd az ilyen módon a helyettesítés eredményeképpen létrejövő sor lesz az a parancs, amit fizikailag lefuttat. Tehát le fogja futtatni, hogy LS, mínusz L. Na most, mégiscsak visszamegyek, mert hogy a többi az viszont jobb lenne, ha később jönne. Azaz, azt kell megérteni, hogy eddig ugyan arról volt szó egyedül, hogy a parancsértelmező a szóközt, a tabulátot, a soremelést, mondjuk úgy, hogy saját hatáskörben értelmez. Szerepelt itt még azok a spéci karakterek, amikkel fájnevet lehetett megadni. Kérdőjel szögletezve a csillag. Most ugye előre léptem a következő fóliára, és azt mondtam, hogy a dollár is ilyen speciális karakter, úgyhogy akkor most kicsit egyszerűsítjük a helyzetet. A parancsértelmező számára körülbelül az összes karakter speciális, amit te egyáltalán a billentyűzeten be tudsz vinni. Azaz ténylegesen az a helyzet, hogyha az ember nekiáll, és egy ilyen billentyűzeten elkezdi ezeket az izéket megépelni, annak majdnem mindegyiknek van valami jelentése. Emiatt is olyan nehéz egyébként a kezdet-kezdetén a parancsértelmező használata, mert nagyon sok ilyen speciális karakternek kéne megtanulni, hogy mit is jelent. Azaz, ugye volt szó arról, hogy a szóköz a speciális, a tabulátor, a soremelés, azok speciálisak. Arra szolgálnak, hogy az utasítást lezárják, az utasítással egyes elemeit egymástól elválasszák. És fizikailag, amikor én beírom azt, hogy echo három szóköz a, akkor én ugye a három szó közt írtam, de a parancsértelmező már csak azt fogja megkapni, illetve továbbadni, bocsánat, hogy volt egy parancs, aminek az a neve, hogy echo, és van egy paraméter az, hogy a. És maga a parancs, amikor elindul, már nem látja, hogy én ott megépeltem három szó közt, meg a sor végén egy entert. Számára az nincs, mert ezt a parancsértelmező önmaga feldolgozza. Ugyanilyen módon, amikor azt mondom, hogy echo, szó köz a, 6 km szóköz B, akkor nem véletlen, hogy a kimenet egy darab A-t, egy darab szóközt és egy darab B-t fog tartalmazni, mert az elinduló program, az echo, annyi információt fog kapni, hogy volt egy A paraméter, meg egy B paraméter, és én, mint echo, úgy viselkedek, hogy a paramétereket egy darab szóközzel elválasztva kiírom. Ha neked valamiért ezekkel a szóközökkel, tabulátorokkal, soremelésekkel, egyéb speciális karakterekkel valami terved van, például szeretnéd az A és a B közötti 6 km szó közt kiíratni, akkor biztosítanod kell, hogy a parancsértelmező ne dolgozza föl. Na most, erre összesen három különböző lehetőség van. Az alsó négy sorból, a legalsó kivételével a többi. Azaz, az egyik, amit te mondtál, ha idézőjelek vagy, ahogy mondtad, macska körbök közé rakok valamit, akkor ez azt jelenti, hogy a parancsértelmező békén hagyja az idézőjelek közötti karaktereket, és kevés kivételtől eltekintve semminek semmi speciális jelentést nem tulajdonít. Tipikusan be kéne gépelni három szó közt,
akkor idézőjelek közé írva az megmarad három szóközként. Mert idézőjelen belül a parancs értelmező a szóközt nem tekinti elválasztójának. Akkor az egy ugyanolyan karakter, mint mondjuk egy X. Ugyanúgy megkapja paraméterként az a szerencsétlen program, mint ahogy megkapná paraméterként az LS a mínusz L-et. Na most lényeges, és ezért mondtam, hogy nem tökéletes, hogy vannak olyan karakterek, amik idézőjelen belül is speciálisak. Abban az esetben, ha nincs kedved megtanulni a kivételeket, akkor kicsit jobb az apostróf, vagy szokták úgy hívni, hogy egyszeres idézőjel, én ettől agybajt kapok, mert az nem az. Szóval az az izé, amit a magyar egyszeres hosszú ékezet erőteljesen hasonlító jel. Szóval apostróf, van egy nyitó apostróf, van valami szöveg és egy záró apostróf. Definíció szerint a tólig minden létező karakter speciális jelentése megszűnik. Azaz, még egyszer, ha az idézőjel belüli kivételeket nem szeretnéd megtanulni, akkor ne idézőjel használjam a apostrófot. Ebben az esetben biztos lehet szabad, hogy amit odaírtál, az az is marad. Végül, abban az esetben, hogyha csak egy-két karakternek kellene megszüntetni a speciális jelentését, akkor az idézőjel, az apostróf, az lehet, hogy egy kicsit fölösleges erőforrás. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy használd ezt a rep jelet, ugyanis a rep jel a közvetlenül mögé írt egy darab karakter speciális jelentését megszünteti. Azaz, természetesen azt is lehet, hogy én egy 6 kilométeres stringet, ami áll szóközökből, tabulátorokból és csupa speciális karakterből, azt úgy gépelek be, hogy rep izé, rep másik izé, rep harmadik izé, semmi akadálya, legfeljebb eléggé áttekinthetetlen lesz. Ezért is van az, hogy általában az a javaslat, hogy kevés karakternél rep, hosszabb string esetén apostróf vagy idézőjel pár. Úgy a kényelmes. Na most, azon túlmenően, hogy ez a három karakter is speciális a parancsértelmezőnek, mint mondtam, jó pár egyéb speciális karakter is van. Azaz, például speciális karakter, ez a hashmark, vagy kereszt karakter. Szigorúan sor elején, szóköz, tabulátor, illetve bármi egyéb, itt most nem tudom, elválasztójel mögött, azt jelenti, hogy megjegyzés kezdete. És innen a sor végéig az mind megjegyzés. Reményeim szerint nem sülök be úgy, mint az előbb az ABC-vel. Mi a baj? Nem szó köztabulátor soremelés és egyéb elválasztójel mögött volt. Most viszont igen. Azaz, sok értelme nyilván nincs, hogy amikor gépeled a napi parancsaidat, közben gondosan kommentelt, de természetesen akár ezt is megteheted a parancsorba. Nyilvánvaló módon ennek ugye ott jön elő a értelme, amikor az ember már komolyabb programocskákat ír, scriptel mondja a művelt latin. Azaz, amikor egy hosszabb, több utasításból álló művelet sort beír egy fájlba, hogy ezt majd később rendszeresen akarom használni. Ami nagyon jó, csak mondjuk 3 hónap után már nem fogod tudni, hogy mit csinál, miért azt csinálja, miért nem jó az, ahogy én próbálom használni. Tehát ilyen esetben nyilván érdemes mindenféle megjegyzéseket beleírni abba a kódba. Ott természetszerűleg ennek egy kicsit több értelme. Na most. Hasonlóan a shell számára speciális jelentésű karakter a pontos vesző. Ez egy viszonylag sűrűbben használt speciális karakter, utasítások elválasztására szolgál. Tehát tulajdonképp pont ugyanaz, mint az enter. Egy nagyon lényeges különbség van. Ha te azt írod be, hogy parancs, pontos vesző, parancs, pontos vesző, parancs, és a végén lenyomod az entert, akkor a shell ugye elindítja az első parancsot, majd abban a minutumban, hogy az befejeződött, automatikusan indítja a következőt. Majd ha az befejeződött, a harmadikat.
Még ha ugye enterekkel írod, akkor az mit jelent? Elindítom az elsőt, megvárom, hogy befejeződjön, megjelenik a prompt, degépelem a következő parancsot, nyomok egy enter, megint megvárom, hogy befejeződjön. Tehát nyilvánvalóan minimális eltérés van. Tipikusan olyankor szokták, amikor nagyon egyértelműen jelezni akarják, hogy ezek valamilyen értelemben összetartozó parancsok, vagy ha arról van szó, hogy hát itt most indítsunk már 5 parancsot, fejenként fél óráig fut, de nekem, hogyha így indítom, akkor 2,5 óra összefüggő időm van, ha egyesével indítanám, akkor fél óránként ide kéne jönni és dolgozni kéne. Akkor inkább oldja meg magát. Igen? Négy-két oldal körülbelül. Na most! A képernyő alján van az egyik legszörnyűbb parancsértelmező által ismert karakter. Hát nehéz ügy. A lényeg. Volt szó itt a helyettesítő karakterről, a file névnél. Ugye előre utaltam, hogy a változókat is kihelyettesítem, amikor azt írom, hogy dollár változó név. Na most ez a hanyattör apostróf, vagy ahogy mondják ugye a backtick, ez úgy szintén egy helyettesítés mechanizmusának leírására szolgál, azaz amennyiben ilyen van egy általam megépelt parancsban, akkor megint csak az történik, hogy a parancsértelmező az utasítás végrehajtása előtt valamit módosít magán a parancson. Technikailag arról van szó, hogy azt mondom, hogy mielőtt magát, tulajdonképpen az általam megépelt eredeti parancsot lefuttatná a parancsértelmező, futtassa le azt, ami itt az apostrófok, bocsánat, hanyatt apostrófok között van. Az a program, ha futtatnám én magam, akkor valószínűleg kérne valamit a képernyőnek. Na most, ha ilyen módon futtatom, akkor a parancsértelmező megoldja, hogy a program nem a képernyőre ír, hanem ezt a parancsértelmező valahol eltárolja. Innen látok belőle semmit. Majd miután a program lefutott, veszi az eredeti parancsot, kiszedi belőle a nyitó apostróftól a záró apostrófig terjedő részt, és a helyére rakja azt, amit a program kiírt a futása során. Egy példa, nagyon rossz példa, mert sajnos nehéz, könnyen érthető példákat mutatni. A TTY egy parancs. Teljesen mindegy, hogy mit csinál, megmondja egyébként azt, hogy én, mint felhasználó, milyen nevű terminált használok, hol vagyok bejelentkezve, és a tegnap emlegetett hú parancs kimenetében elvileg ugyanannak a rövidített formáját látnám, ugye az látodik, hogy én a PTS per nullán vagyok bejelentkezve, meg a TTY-en, itt pedig ugye azt mondja, hogy per dev per PTS nulla, az, amit te be vagy jelentkezve. Na most, ez konkrétan egy file. Ha tehát ez egy fájl, akkor lekérdezhetem a különböző jellemzőit. Tehát mondhatom azt, hogy ls minusz l per def per pts per nulla. Nem az az érdekes, hogy mit látok benne, hanem az, hogy könnyű elgépelni. Tehát ebben az esetben sokkal jobb megoldás azt mondani, hogy bocs, véletlenül sem szeretném azt, hogy valami gépelési hiba történjen. Azaz, odaírtam ezt a parancshelyettesítést, tehát a parancsértelmező feldolgozza a sort, és azt látja, hogy itt van egy olyan parancs, amit korábban kell indítani, mint magát az egészet. Tehát lefuttatja először a TTY-t, ami ott a hanyatt apostrófok között van. Ez ugyebár az előzőekben látszódott, hogy azt írnám ki, hogy per def per pts per nulla. De nem látszik a képernyőn semmi, mert a parancsértelmező ezt az infót eltárolja. Miután a TTY lefutott, az egész apostrófok közötti bóbelavancot kidobja, és belerakja az eredeti parancsolba azt, hogy per def per pts per nulla. Majd az így létrejött parancsot lefuttatja. Azaz az ls
pontosan ugyanúgy azt fogja kapni paraméterként, hogy per def per TTS 0, csak nem én fogom begépelni, hanem maga a Shell intézi a helyettesítést. És ez akkor is működni fog, hogyha én nem ezen a terminálon vagyok éppen bejelentkezve, hanem valamelyik másikon. Mindenkinél működik, minden esetben, és nincs hiba. Lefuttatom, nyilván nem lenne szabad más kimenetet kapnom, pontosan ugyanazt az eredményt mutatja. Na most, elismétlem, jó példát, pláne meglehetősen szűk parancskészletre iszonyatosan nehéz találni, erre a parancs helyettesítésnek nevezett mechanizmusra. De időnként nagyon jól jön. Azaz legalább tudni érdemes róla. Na most, akkor ugye az előző oldal, amire rövid kitérő erejéig áttértem. Speciális karakter a parancsértelmező számára a dollárjel, aminek az egyik funkciójáról már az előzőkben volt szó. Ez ugye a változó helyettesítésére szolgál. Tehát ha én létrehoztam akár lokális, akár környezeti változó V-ben, akkor azt írom, hogy valahol egy parancsolom belül, hogy dollár V, akkor a parancsértelmező majd kihelyettesíti a V változó általam korábban megadott értékére. Na most, bizonyos körülmények között meglehetősen jó megoldás a második forma, amikor a változó neve kapcsolzárójel közé kerül, és ugye úgy szerepel előtte a dollárja. Na most, az előzőekben emlegetett parancshelyettesítés, azaz az a hanyat apostróf, szintén leírható ilyen dollárjel segítségével, azon a meglehetősen furcsa szintaxissal, hogy magát a parancsot kerekzárójelek közé kell rakni, azaz valami dollárjel, kerekzárójel, jön egy parancs, kerekzárójel bezárva. Nem mondok vele valószínűleg nagyon meglepő dolgot, tehát ezen aztán már igazán nincs mit nézni, de a kettő ugyanazt eredményez. Na most, ezen a két úgynevezett változó, illetve parancs helyettesítésen kívül van még egy harmadik helyettesítése a parancsértelmezőnek, ennek neve aritmetikai helyettesítés. Szintaxis az itt látható meglehetősen sajátos, két kerekzárójelet kell írni a dollárjel mögé, és hát kifejezetten ilyen magasan kvalifikált szakmunkásoknak való, mint én vagyok, hogy apa, mennyi kettő meg kettő, nem tudom édesfiam, de hát arra van a számológép, majd megmondja, de apa, ez nem számológép, ez számítógép, ne vitatkozzál velem, fiam, én tudom. Azaz, a zárójelekben levő tipikusan négy alapművelettel leírható matematikai kifejezést kiszámolja, majd az eredményt berakja az eredeti parancsorba, és ami így előáll, azt lefuttatja. Ennyi az egész hátulütője, hogy hát nem tud kellően nagy számokkal dolgozni, nem ismeri a tört számokat, sajnos arcus tangens sem igazán hajlandó számolni, tehát komolyabb műveletre persze nem alkalmas. De ilyen jellegű parancsori bohóckodásra, ami azért néha-néha előfordul, arra azért jó. Na most, zárójel. Én ide írtam, de ha nem muszáj, szokjatok le róla. Ha eddig már használtátok, a Linuxokban alapértelmezetten legtöbb helyen használt parancsértelmező azt mondja, hogy az aritmetikai kifejezést úgy is leírhatom, hogy nem két kerek zárójel, hanem szöglete zárójel. Ezzel egy baj van, abszolút hordozhatatlan kód. Úgyhogy sok egyéb szoftver ismeri ezt a dollár két kerek zárójelen, de csak ez az egyetlen ismeri ezt a dollár szöglete zárójelen. Sajnos elég sok dokumentációban ezt írják le. Én is csak azért írtam, hogy vissza lehessen keresni. No most, és akkor a vége az utolsó menet, ami hát egy kicsit sűrűnek tűnik, 8 perc alatt ezt mind elmondani, de szerencsére úgy gondolom egy jó része ismerős. Folyamatosan ilyen meglehetősen pongyola módon azt mondtam, a parancs kiírja a képernyőre, a parancs beolvassa a billentyűzetről. Ilyen nincs. Itt egy abstrakciót kell valamilyen módon megérteni,
hogy tulajdonképpen van egy standard inputnak és egy standard outputnak nevezett valami, amit a programok az adat bekéréshez, illetve az adat megjelenítéshez használnak. Azaz, amikor eddig azt mondtam, hogy a program kírja a képernyőre, azt úgy kellett volna mondani, hogy a program kírja a standard outputra mindazt, amit ki akar írni. Amikor a program bekér valamit a billentyűzetről, akkor ő azt a standard inputról kérje. Ez a készlet annyival bővül, hogy van egy harmadik, kifejezetten a különböző figyelmeztetések, hibaüzenetek megjelenítésére, neve ezért az, hogy standard error. Na most, ezeket a elegánsan szólva kommunikációs csatornákat általában számokkal reprezentáljuk. Szerintem mostanra már mindenki levonta azt a következtetést, hogy itt minden szám. Tehát eddig még bármiről volt szó, annak valahol a háttérben egy szám volt a végén. Itt is ugyanez a helyzet, 0 a standard input, 1 a standard output és 2 a standard error. Na most, mi ennek az értelme? Gyakorlatilag összesen nagyon egyszerű, könnyen megérthető jelentése van ennek az egésznek. A programok nem a képernyőre írnak, mert akkor tudniuk kéne például, hogy a képernyő milyen széles, hány oszlop fér el egymás mellett, milyen magas, hány sor fér el. Nem. Ők a standard outputnak írnak, és nem tudnak róla semmit, annyit tudnak, hogy amit kiírnak rá, az megjelenik. Pont. És nem is érdekli őket. Viszont én az operációs rendszernek kihasználhatom azt a lehetőségét, hogy mondhatom, hogy viszont nem szeretném, hogy a képernyőre írjon, mert ezt az információt el akarom tárolni. Aminek nyilván az is egy lehetséges megoldás, hogy fogom a fényképezőgépet, lefotózom, előveszem a tollat, papírt, leírom, de ugye ez mind hiba lehetőség. Mennyivel kényelmesebb, ha ezt ő automatikusan intézi. Erre szolgál az úgynevezett átirányítás. A standard output átirányítható egy fájlba, azzal az itt látható meglehetősen sajátos konstrukcióval, hogy parancssor végére oda teszek egy nagyobb jelet és egy fájlnevet. Ez az úgynevezett felülírásos átirányítás, tehát ha a fájl nem volt, de a jogosultság lehetővé teszi, akkor létrejön. Ha volt és a jogosultság lehetővé teszi, akkor felülíródik. Méghozzá, és ez a egyik leglényegesebb eltérés, a DOS, illetve Windows-os Command Prompt és a Unix átirányítása között, hogy ezek az átirányítások minden esetben korábban történnek meg, mint hogy a program egyáltalán elindulna. Ennek azzal a nagyon baráti következményével, hogy még ha hibás a program, te akkor is létrehoztad a fájlt, vagy akkor is már elveszítetted az előző tartalmat. Tehát, visszaváltok, és begépelek. TMT, úgyhogy különösebben nem érdekel, hogy mi van benne. Echo a... Köszönöm szépen. Nem túl bonyolult dolog. Az XXX nevű fájlt tételezem föl, hogy nincs. Vagy van, de nem érdekel a tartalma. És ebbe fogom belerakni ugye az echo kimenetét. Látható módon, hogy a képernyőn semmi nincs, természetesen ellenőrizzük, ugye elvileg a parancs egy A és egy sorelelés tartalom köp neki a képernyőre, tehát logikus módon az várható, hogy az XXX fájlval ez van. Na most, természetszerűleg semmi probléma nincs benne, vagy belőle, hogyha én ezt elrontom. Nem szól egy árva hangot sem, mint mondtam, ha a jogosultság lehetővé teszi. Ha megnézem, akkor ugye jól látszik, hogy a felülírás megtörtént. Párja, egy pillanatra visszaváltok, amikor nem egy, hanem két darab nagyobb jelet írok a parancs vége mögé. Ebben az esetben a tartalom megmarad, csak kiegészül egy újabb információval. Nyilván, hogy könnyű legyen. C, megnézem, bocsánat, ezt most elrontottam, akkor kezdjük előről.
egy fokkal jobban sikerült. Azaz ugye jól látszik, hogy igen, az első kimenetet letárolta, majd a másodikat mögé rakta. Na most, önmagában nem egy bonyolult dolog, és természetszerűleg minden létező programmal használható. Na most, mint említettem, van egy kifejezetten a hibák jelzésére szolgáló, szintén alkalmazható kommunikációs csatorna, neve Standard-erről, és egyébként a 2-es számmal jelölik. Így módon gondolom viszonylag könnyebben érthető a következő két sor. A 2 nagyobb fájlév azt mondja, hogy amik erre a Standard Errornak nevezett kimenetre mennek, azokat óhajtom elmenteni. Ugyanúgy, egy darab nagyobb jel esetén fölülírom az adott fájltartalmát, két darab nagyobb jel esetén hozzáírom. Természetesen arról nem volt szó, hogy mi a Standard Error. Úgyhogy nézzük meg. A copy parancs ma már elhangzott, és tudható, hogy minimum 2 paramétert vár. Tehát őszintén szólva én úgy várnám, hogy a copy parancs hiba üzenete, miszerint kicsit kevesem a paramétereket, az nem a Standard Outputra, hanem a Standard Errorra megy. De ugye csak annyit látok, hogy a képernyőn jelenik meg. Oké, próbáljuk ki. Copy, nagyobb, XXX. Bármilyen kínos, a hiba üzenetet változatlanul látom. Azért nézzük meg, hogy mi történt. Érdekes módon, mivel a copy nem ír semmit a Standard Outputra, ezzel a semmivel fölül is írta az előző komoly kétsoros fájlocskámat. Rendben, akkor ezek után mégiscsak szeretném a hiba üzenetet. És jól látszik, hogy a képernyőn már semmi nincs, és természetesen reményeim szerint ugye a fájlban ott van a hiba üzenet. Azaz, ez egy eléggé furcsa dolog, hogy 2 olyan eszköz is van, ami alapból a képernyő, az egyik a normál, működik minden jellegű információ, a másik pedig a valami baj van jellegű információk megjelentésére. Mind a kettőt külön-külön át tudom irányítani, akár azt is lehetne, csak most ez kéne egy olyan parancs, aminek lesz hiba üzenete is, meg normál kimenete is, ez így most, ja, semmi gond. Szat XXX, YYY. Mi a baj? Szerencsém van, nincs Y nevű fájl. Következésképpen. Először kicsit nehéz ugyan észrevenni, de az előző elmentett hiba üzenet a fájlból, majd pedig boldogan kiír egy hiba üzenetet a Standard Errorra, hogy de sajnos az adott fájl nem érem el. Természetesen nem kell nekem ezt elhinni, próbáljuk ki. 2 nagyobb, és használjuk már ki, hogy erről ma már egyszer volt szó. Mit mondtam? A program futása során megjelenítendő hiba üzenetet lesz szíves ebbe a furcsa perdef.null nevű fájlba küldeni. Mit mondtam erről? Ez a fekete luk. Amit odaírok, az eltűnik a sűjjesztőbe. Magyarul megdöbbentő módon változatlanul megjelenik a fájltartalom, de persze a hiba üzenet az már sehol. Egyébként pontosan emiatt kellett úgymond elmondanom a def.null-t, mert ez az egyik leggyakoribb használata. Amennyiben egy program üzenetére nem vagyok kíváncsi, akkor a kimenetet irányítom a def.null-ba, ha egy program hiba üzenetére, akkor meg a hiba üzenetét irányítom a def.null-ba. Na most, és akkor már csak az utolsó két sort kéne megérteni, gyakorlatilag arról van szó, hogy mi van, ha én mind a kettőt, azaz a kimenetet és a hiba kimenetet is egy helyre szeretném tenni. Na most, ezt egyelőre maradjunk, hogy fogadjátok el, mert iszonyatosan bonyolult elmagyarázni a mikéntjét, de a lényeg a következő. Ha te ezt próbálod, itt a tetszőleges program, végül is nekem ez a kettő teljesen jó. Azaz, amikor
ilyenkor azt mondom, hogy leszel szíves a hiba üzenetet az ZZZ-be, meg leszel szíves a normál kimenetet is az ZZZ-be rakni. Ez egy jó darabig úgy fog tűnni, hogy jó neked. Aztán majd egyszer, amikor már úgy jól hozzászoktál, akkor majd egyszer ki fog derülni, hogy nem, ezzel sajnos valami probléma van. Na nézzük, tudom-e reprodukálni. Azért ennek nem egészen így kéne kinézni. Legalábbis, hogyha megpróbálom ugye átirányítások nélkül ezt a dögöt, akkor azért nem pont így néz ki. Látszik, hogy nem ugyanúgy néz ki? Oké, akkor megnyugodhatunk. Nem jó. Nem tudjuk, mi nem jó, nem is érdekes. De ez így nem jó. Ezért aztán ehelyett a tök mindegy, hogy miért, de értelmetlenül nem úgy működik, hogy normális ember elvárna jellegű megoldás helyett. Kicsit bonyolultan kell leírni. A lényeg a következő. Mondjuk azt mondod, hogy a kimenetet óhajtom az E-file-ba, és utána azt mondod, hogy a hibacsatornát ugyanoda, ahova a normál kimenet. Ezt jelenti ez a kicsit bonyolult, kettő nagyobb ed egy. Ebből ugye a kettes azt jelenti, hogy a hibacsatornát irányítom, a nagyobb ed 1 pedig azt jelenti, hogy az egyest, azaz a standard outputot veszem alapul. Ha szerencsém van, akkor persze jó lesz a végeredmény. Körülbelőre stimmel. Azaz, ugye a második pillanat az előtte levő parancs tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ugyanúgy gyűjtöttem össze. Párja, amikor másik sorrendben intézem a dolgot, azaz azt mondom, hogy a kimenetet irányítom a fájba, és a standard errort, azaz a hibát irányítom a fájba, majd a normál kimenetet csapom hozzá a hiba csatornához. Megint ugye látszólag a képernyőre nem sok minden jött, és mit ad Isten, nagyjából tök ugyanolyan módon néz ki. Azaz. Összefoglalva a dolgokat, külön irányíthatom át a kimenetet, a hiba kimenetet, sőt, azt is meg lehet, hogy az egyiket igen, a másikat nem. Meg azt is, hogy ugyanoda. De abban az esetben, ha ugyanoda szeretnéd, akkor sajnos ennek a két utolsó konstrukciónak a használatára vagy kényszerítve, és működési módja, hogy először az egyiket átirányítod valahova, majd a másikat mellé csapod. Tehát ideírsz egy kettő nagyobb valamit, illetve ideírsz egy nagyobb valamit, és mögé írod azt a szerencsétlen átirányítást. Ezt az eléggé furcsa szerkezetű átirányítást. Viszonylag ritkán van rá szükség, természetszerűleg, következésképpen szeretik elfelejteni, kivéve, amikor nagyon kellene, és nem jut az Istennek se az eszedbe. Hogy a francba kéne leírni. Na most, természetszerűleg nem csak a kifele küldött adatokra lehet azt mondani, hogy én szeretném, hogyha nem a képernyőn látszódna, hanem el lenne tárolva, hanem a program által a futása során beolvasott adatoknál is meg lehet csinálni azt, hogy a program elindul, és x időközönként kérdez valamit. Tudom, hogy mit kérdez, tudom, hogy mit kell rá válaszolni, tudom, hogy milyen sorrendben teszik. Csak egy baj van, fél óránként kérdez valamit. Tehát normál futás esetén ez annyit, hogy ott kell állnom mellette, hogy amikor ő kérdez, akkor meg tudjam neki a választ adni. Ilyen esetekben jöhet jól az úgynevezett kellenet átirányítás. Azaz a standard input átirányítása. A szintaxis erősen hasonlít, nem nagyobb fájlnév, hanem kisebb fájlnév formában mondom. Azaz, tudom, hogy miket kérdez, milyen sorrendben, mit akarok válaszolni, előveszem a szövegszerkesztőmet,
és leírom. Első kérdés ez lesz, tehát ez a válasz. Következő kérdés ez, tehát ez a válasz. Harmadik kérdés az, tehát ez a válasz. És a továbbiakban a programot elindítom ebben a program kisebb fájni formátumban, és azt ugyan látom, ahogy írogatja kifele a kérdéseit, de a válaszait majd automatikusan olvassa be a fájlból. Nyilván, ha elrontom a sorrendet, meglepő módon belekérdez valami másba, az némileg nehezíti a dolgot. Tehát ez tényleg abban az esetben jó, ha teljesen biztosan jön benne, automatizálható. Viszont nagyon kényelmes arra, hogy ne kelljen már ott ülnöm csak azért, mert ő időnként kéne egy entert. Na most, ennek van egy sokkal ritkábban használt formája, a kisebb jel helyett a két kisebb jel, nyilván ugye az előző szinonimája, vagy szinonimája két, hát szinonimája nem jó. A lényeg a következő. Ez azt mondja, nem teszem az adatot egy fájlba, hanem itt most begépel azokat az adatokat, amiket ő majd meg fog futása során kapni. Azaz, két kisebb jel mögé írok egy tetszőleges szöveget. Ez a szöveg lesz az, ami majd jelezni fogja, hogy idáig tartanak az adatok. Lenyomom az Entert, a parancsértelmező gyönyörűen észlelni fogja, hogy hoho, nincs vége a parancsnak, mert még a bemenetet nem adtad meg, és egy úgynevezett másodlagos prompttal jelöl, elnézést, ezt elgépeltem, ott a kisebb, a nagyobb jelek mögött itt szóköznek még állnia kéne, ugyanúgy, ahogy a rendes prompt dollár szóköz, ez is nagyobb szóköz. Na szóval, kidob egy promptot, erre a promptra válaszol, én gépelem, hogy ez lesz adat, ez lesz adat, ez lesz adat, ez lesz adat. Majd, amikor begépeltem az összes átadandó információt, akkor jön az, hogy és gépelj egy olyan sort, amiben kizárólag az a string szerepel, amit a két kisebb jel mögé írtál. Amit odaírtál, az zárja le a bemenő adatokat, tehát egészen addig minden egyéb a program standard inputja lesz. Ezt pedig ugye azt kell majd lekezelni. És attól a pillanattól kezdve elindítod a programot, ahol ő akarna olvasni valamit a standard inputról, ott megkapja az első sort. További olvasás a második sor, további olvasás a harmadik sor. Nyilván, ha többet akar olvasni, mint amennyi adatot bevittél, hát ez egy kínos helyzet, akkor a szoftverek majd nyakfogni fog, hogy hát ezért hol az a mat. De az esetek többségében a szoftverek úgy vannak megírva, hogy olvasd addig, amíg vége nincs az adatnak. Azaz például, hogy erre is egy meglehetősen bugyuta kis példa. Bocsánat. Megint sikerült elgépelnem. Természetszerűleg ez hozzátartozik egy olyan információ, ami még nem hangzott el. A CAT egy olyan parancs, amely ha nem kap filenév paramétert, amely fájlok tartalmát írna a standard outputra, abban az esetben a standard inputon bejövő adatokkal csinálja ugyanazt. Azaz a CAT ugye egy buta eszköz, ami bejön, azt kiküldi a kimenetre, és ennyi az egész. Végül az utolsó, ugye pont ez az, amit a kollega itt kérdezett, a parancsértelmező arra is képes, hogy egy program által a kimenetre írt információt egy másik program bemenetére irányítson, hát ezt nem minden esetben nevezik átirányításnak, én igen, de egyébként hivatalosan nem szeretik oda sorolni, de tulajdonképp úgy kell a dolgot elképzelni, mintha az első program kimenetét letárolnám egy fájlba. Miután ez lefutott, elindítom a második programot oly módon, hogy a bemenete ez az előző fájl, és amikor az egész befejeződik, akkor a fájlt törlöm. Ez, amit elmondtam, ez pontosan az, ahogyan annó DOS alatt működött. Ott tényleg így működött, hogy előbb lefut az első, majd elindul a második. Mivel a Unix ugye az első pillanattól kezdve multitasking rendszer, itt gyönyörűen működik az, hogy a két program párhuzamosan fut, és mivel elhangzott, hogy van egy olyan speciális objektum, aminek az a neve, hogy cső vagy pipe, ugye a fájtípusok között hangzott el, gyakorlatilag az történik, hogy ha nem is fájlba tárolódik le, hanem ebbe a csőnek nevezett memória objektumba tárolódik le mindaz, amit az első program kiköp magából,
és ebből az objektumból olvassa be a másik. Annyi a trükk a dologban, hogy ennek a memória objektumnak van valami felső mérete, hogy egyidejűleg mennyi adat fér el benne. Tehát amennyiben a szoftveren túl sok adatot köp bele, akkor az oprendszer egy kicsit lesz, hogy állj, pihizzél, nyugi. És amikor kiszedek belőle a másik programmal valamennyit, akkor az oprendszer azt mondja, hogy bocsánat, akkor mehetünk tovább. Ugyanilyen módon fordítva, a második, tehát ugye a cső jobb oldalán álló program szeretne adatot elkérni, de nincs még ott semmi, mert túl gyorsan kapkodta el, akkor neki mondja az oprendszer, hogy nyugi, pihi, majd ha lesz adat, akkor szólok, és ő lesz az, aki ilyen blokkolt állapotban várja a művelet befejezését. Pontosabban, hogy megjelenjen az adat. Azaz, a cső használat, akkor a programok paralel, párhuzamosan futnak, és esetleg előfordul, hogy az egyik vár a másikra, a másik az egyikre, de amennyiben tudnak, ők egymástól teljesen függetlenül, ténylegesen kihasználva a multitasking lehetőségeket, intézik a dolgokat. Na most, egész egyszerűen csak a láthatóságokán lett ez a cső ilyen rövid, én eredetileg egy picikét hosszabbat írtam, hogy világossá tegyem, ilyen cső hálózatból 30-50-100 eleműt is lehet csinálni. Legfeljebb az átlagos ember már a harmadiknál kezdi elveszteni a fonalat. Mi történik itt igazából? Semmi gond, nyugodtan végig lehet követni, hogy ez ilyen jellegű kimenetet generál, ez ebből olyat generál, az azt állítja elő, az azt állítja elő. Tehát nyilvánvalóan, aki ezeket leírja, ugyanezt csinálja, hogy szépen lépésről lépésre összeállítja, de tényleg semmi akadálya annak, hogy egy ilyen 50-60-100 elemű csövet hozzon létre valaki, nem jellemző. Tehát már igazság szerint a 10 parancsból álló csőnél is úgy van, sokan úgy vannak vele, hogy na, hagyjuk abba, ez már átadhatatlanul bonyolult. No, hát ha minden igaz, akkor én itt ma szeretném abba hagyni ezzel, és sikerült viszonylatos erőfeszítésekkel elérni, hogy amit az előző órán hajtottam azt, hogy köszönöm szépen, ennyivel többet mondtam el, azt most gyorsan ledolgoztam. Úgyhogy visszaállt a rendes, normális rend, elvileg ugye a következő alkalomtól kezdve már folytatódik, és előre előírt tematika szerint haladunk. Ha valaki elfelejtette volna, ez ugye jövő hét nem, hanem két hét múlva kedden lesz esedékes. Nagyjából azt mondhatom, hogy körülbelül este 8-9-re láthatóvá lesz számotokra az Iliászban a házi feladat, és mivel van benne néhány gondolkodtató, javasolnám, hogyha valaki úgy érzi, hogy lehet, hogy majd kérdezni kell, akkor nézze meg. Mert hogy ugye holnap ráérek és tudok veletek foglalkozni, viszont jövő kettik utána nem. Na, hát,